Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy nagyon-nagyon izgalmas dolgot fogunk csinálni, ugyanis egy olyan játékkal fogunk játszani, ami még meg sem jelent. Videósként lehetőséget kaptam arra, hogy kipróbálsam ezt. Ez a játék nem más, mint a Boom Beach Frontlines. A Space fejleszti, akik kapcsolatban állnak a Supercell-el is. Nagyon-nagyon izgatott voltam már, én hónapok óta tudok erről a játékról, és azóta várom már, hogy legyen egy ilyen closed beta testing, és ki tudjuk végre ezt próbálni. Oké? Okay. Ahogy látjátok, egy ilyen Brawl Stars alapú mozgást kapunk így alapvetően a játékban, és itt van a lövés effektünk is. Aha, és így kell az elemeket lelőni. Úristen, ez folyamatosan autóimmel egyébként? Igen, ez folyamatosan nyomja az autóimat és reloadoltunk is egyet. Igen, és most elvileg oldalra kell jönni, mert hát nyilván a fedezék az valamilyen szinten ugye gátolja az hogy mi át tudjunk rajta lőni a lövést és a, a mozgást, azt már így megfejtettük. És akkor most jöjjünk tovább. Aha, és vannak enemik, akiket ugyanígy meg kell lőni. Szóval ez ilyen kis tutoriál, ezt is természetesen bele akartam rakni a videóba, tehát azért is indítottam el, és nem próbáltam ki saját magamtól. Ezek nem tudom, hogy még valami tokeneket szedünk föl egyébként. Várja, aha, és akkor ide kell jönni a fedezékbe, mert hogy az fölfogja a lövéseket, ja igen! Valamilyen szinten fölfogja a lövéseket a fedezék, meg hát nyilván az is fölfogná, hogyha dodzsogatnánk egy picit. Várjál, várjál, várjál! Gyorsan menjünk a fedezékbe, egy kicsit HP-t tölteni, már hogyha lehet. De úgy látom, hogy nincs HP-töltési lehetőség. Jó, egy HP-nk van, reloadoltunk és meg tudtuk ölni a tornyot. Oké, okay. ha rányomok erre az AI-re, akkor mutatja azt, hogy merre kell menni, feltételezem. Első ránézéses teszt a részemről. Úgyhogy ezért nem is tudom még, hogy mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, semmit most próbálom ki életemben először a játékot. Aha, és ebbe az A pontba kell beleállni, ilyen területfoglalás. És hogyha ezt begyűjtjük, akkor nagy valószínűséggel meg is van a game. Igen, megvan a game, be tudtuk foglalni az A-t, ki is írta, hogy Victory. Ez nagyon tetszik eddig. Három csillag, gondolom 100 token, meg 5 XP-t kaptunk, mindezért, a, a tutoriál részért. És így néz ki az alapképernyő. És itt is vannak ládák, mint hogyha a Brawl Stars-ba lennénk. Nyissunk ki szépen egy ládát. Kaptunk coin Kaptunk gemeket! Ráadásul nem is akármennyi gemet kaptunk. És itt egy új karakter egyből. útra kaptunk néhány kártyát. Ismételten egy új kártya. Kettő új kártyát nyitottunk. Már így az első ládából. Mesingán névre hallgat. Nézzük ezt a New Unitot. Aha, tehát itt kell fejleszteni a karaktereket, és ezek pedig az új karakterek. És ezek pedig az új kártyáink, amik megvannak. Ez a Heavy az nagyon jónak tűnik amúgy. Egyébként ez már rare karakter rá, adásul, vagy kártya. Most nem tudom, hogy hogyan hívjam, hogy karakternek vagy kártyának, szerintem teljesen mindegy. Nincsen még shop, és nincsen még news se, semmi nincsen mert nyilván ez egy playtest. Enter your name. Mi más lenne a nevem, mint Idark? Remélem senki nem foglalta még el. Egyes szintű ilyen bázisunk van. A ha szóval így kell haladnunk ahhoz, hogy egyébként a multiplayer battle az el tudjunk jutni. És egyébként srácok, írjátok meg, hogy legyen ebből a játékból még több videó, legyen -e esetleg élőadás, mert nagyon kíváncsi vagyok. Szóval itt van O és B oldal is most már, és igazából kivel menjünk a heavyvel, vagy az assza oltal? Szerintem megyek a heavyvel. Kipróbálom az, hogy ő igazából milyen, de ezt még mindig nem feltettem meg, hogy az ott mi, de majd biztos ki fog derülni. Szóval akkor gyorsan elmenjünk az A-hoz, megpróbáljuk befoglalni az a site-ot. Ez félig ilyen hodzón is, nem? Mert ugye... Itt is foglalni kell. Build a the machine gun. Aha! Szóval le tudtam rakni egy machine és ugye ez megépül. Hogyha az enemik vissza akarnák foglalni, akkor nem igazán sikerülhetne nekik, ugyanis ez a mesingen is itt van, és ez valamilyen szinten véd. Most próbáljunk meg átmenni a B-re. Nagyon jó az a karakter, ez, ez, nagyon jónak tűnik. Lehet, hogy picit kicsi a sebzése, de nagyon-nagyon sok golyót tud kilőni egy reload nélkül. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó. A B is megvan, az A is, igazából ezt még lerakom szerintem, bár nagy valószínűséggel semmi értelme nem volt, és megnyertük ezt a gémet, értelmszerűen botok ellen. Jó, tehát itt még tényleg csak ilyen, ilyen kis bevezetést láthatunk, hogy mi a helyzet. Kaptunk még egy ládát, kinyitjuk ezt, és remélem valami új karakter is lesz benne, bár úgy látom, hogy nem. De! Úristen, egy epic karakter! És ezt pedig tudjuk fejleszteni, azt mindenféleképpen megtesszük. És itt is úgy van, hogy bizonyos szinteket el kell érni azért, hogy különböző kártyákat tud nyitni. De Armored kár. Lehetséges egyébként, hogy ezt direkt nyitottam? És uh, direkt így volt? Nem tudom. Most van 1000 tokenünk, minimum, úgyhogy letom rakni ezt az armort kárt, és most belebújtam ebbe az autóba. Ja, aha, igazából szét kell törni ezt a tornyot. Ezt megteszik az autóim csodákra képes. Bár úgy látom, hogy nem sokat tud kilőni magából. Tehát ott írja, ugye a HP-nk fölött. Ez legalább megvan. Oké, okay. ja, és most kezdhetjük el csak foglalni ezt a területet. De szerintem Blankfire megoldja, úgyhogy megyek tovább? Oh, Mi Micsoda! Hát azért nem úgy megy ez, és még ő lenne hátra, szerintem ő is meg lesz. Ne bújj be a fal mögé, fiam! Jó, megvan. Oké, okay, elkezdjük foglalni az ott, és itt már tényleg azért vannak nagyobb harcok, vagy komolyabb harcok. Ne, és ha kimegyek az alból, akkor egyből elkezd visszamenni a, a töltöttsége. Na, az mondjuk kemény. Akkor nem megyek ki belőle. Nem, 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 nem fogtok megölni, dodgyolok, nem, nem öltök meg. Nem áris, hogyha bejönnek. Ne, meghalok. Most fogok meghalni. Ááá, először haltam meg a videóban. Na mindegy, újra tudunk éledni. Azzal nincs baj. És egyébként meg egy másik karaktert is választhatnánk, az tök jó. És meg vagyunk, ugye? Evelyn megnyertük ezt a gémet is. Let's go! És egy újabb ládát nyitunk, mert három csillagos volt a mostani produkciónk is. Gondolom, akkor ebben is lesz valami új karakter. Igen, Airstrike, csak elnyomtam. És nem legendary, hanem csak a rare. Pedig egyébként tök úgy nézett ki, nem? Vagy csak én vagyok ilyen, hogy egyből legára gondoltam. Azt szóltam, megyek, mert az egy picit jobban meggyőzött a múlt, hogy őszinte legyek. Activate Airstrike. Ja, hogy amikor enemik vannak így nagyon belül. Aha, tehát most mondjuk. Ö, Hát figyelj! Én nem vagyok benne biztos, hogy az Air Strike az olyan nagyon durván erős. De én azt mondom, hogy bemegyünk b mert elvesztettük a B-t. Begyünk egy ilyet, és ezt az Air Strike ot szerintem tudjuk aktiválni úgy, hogy ide bejövök, nyomom az Air Strike ot egy kis fedezék, és a fedezék mögül lő ki a karakterem. Befoglaljuk gyorsan, vagy szerintem maradjon itt a Chris, és akkor én meg átmegyek a másik oldalra. Szétlőnek az emberek? Ne, 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 ne. Jézusom, alig van a HP. -m. Építek egy mesingánt, ami amúgy nem egy rossz ötlet. Léci-léci-léci, ne foglaljátok be. Egy HP van. Jó, oké, okay, megöltük. Nagyon jó. HP-t nem nagyon lehet szedni sehogy, az a, az a para amúgy. És letelik az idő. Ilyenkor mi van? Döntetlen? Overtime, 30 másodperces overtime van. De ilyenkor mi van? Ilyenkor tényleg ilyen itt? Döntetlen? Vagy mi a helyzet? Tiebreaker. És nyertünk szerintem. A B-vel nyertünk, mert sokkal több volt betöltve. Viktori, na! Most láthattunk egy élesebb szituációt, amikor nem az van, hogy csak nyerünk, hanem az egyik terület megvolt, a másik nem, és akkor nyerünk, hogyha a nagyobb százalék a miénk. Igazából tényleg ez ilyen hotzónosabb. Open now, nézzük is meg, hogy mit fogunk kapni, gondolom új karakter. Sniper Tower! Nagyon érdekesnek tűnik, és medik, és tudjuk upgrade a bázisunkat amit meg is tettünk, level 2 lettünk. Aha! És hogyha a bázisunkat fejlesztjük, akkor vagyunk képesek arra, hogy ö, új karaktereket nyissunk. Nice! Ezek is rare cuccok, szóval elég sok mindenem van. Igazából ezt upgrade-elem is. És még mindig van egy csomó pénz. És free crate! Egy tenger alatjáróból kaptunk egy ingyenes ládát. Gemeket kaptunk, kártyákat még pluszba. Ja, mondjuk ez, ez egy új kártya volt, nem? Ez a baby turret. Ez, aha! Ez egy új kártya, a Baby Turret. Hát nagyon jó. Hát már annyi minden lesz, hogy már az ember azt se fogja tudni, hogy mihez nyúljon. Szerintem így game közben. Természetesen ez nem probléma. Free rate, még mindig van. Jó, és még négy óra múlva fog nekünk új cuccokat adni. Akkor meg tudtuk csinálni a tutoriát, de a szerverek még nincsenek fent. Hanem azok majd csak a holnapi nap folyamán lesznek. De nem baj, a tutoriá rész megvan, nekem eddig nagyon tetszik a game. Remélem, hogy nektek is, és hogyha szeretnétek folytatást, vagy livestreamet, vagy bármit, akkor azt írjátok le kommentben. Én nagyon szívesen folytatom ezt a játékot, mert nagyon tetszik, és hát találkozunk akkor egy következő videóban. Lehetek jók! Sziasztok!